Szeretettel köszöntöm kedves közönségünket, növendékeinket, tanárainkat, a kedves szülőket, zenebarátainkat. Nagy tisztelettel köszöntöm a hangversenyünkön megjelent kerületi vezetőket, és külön köszöntöm dr. Varjuné, dr. Fekete Ildikót, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ 17. tankerület igazgatóját. Felkérem, mondja el köszöntő szavait. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket a Bartók Béla Zenei Napok nyitó hangversenye alkalmából. Bartók Béla a zeneirodalom nagyja, a magyar zeneirodalom nagyja, aki mi mindannyian tudjuk, a mi kerületünkben Rákoshegyen is élt egy ideig és itt alkotott, aminek emlékét nagyon szépen őrzi a Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház. Úgy látszik, van valami ennek a kerületnek, Rákos mentének a levegőjében, mert nagyon sok tehetséges gyermek van, tehetséges emberek éltek itt, tehetséges fiatalok vannak itt, azért olyan rendkívül nagy az érdeklődés az alapfokú művészetiskola iránt is, és az igazgatónő folyamatosan keres engem, hogy próbáljuk megemelni a létszámot. Olyan nagyon sokan szeretnének ebbe az iskolába jönni, és kérésének most megpróbálok eleget tenni, jeleztem a központ fele, hogy több mint 200-al tudjuk emelni az ide befogadandó gyermekek létszámát szeptembertől. Volt zeneiskolai növendékként, ha bár én nem itt voltam növendék, egy másik szintén Bartók Béla zeneiskolába, és látva azt, hogy mennyire fontos a zene és a képzőművészetek ismerete a gyerekeknek, természetesen amennyiben tudok, én ebbe partner vagyok. Ami miatt ma itt vagyunk, ez Bartók Béla születésének 133. évfordulója, és engedjék meg, hogy röviden végignézzük az ő szakmai életútjának legfontosabb állomásait. Először is egy idézettel kezdeném, amelyet a legnagyobb zeneköltő társa és barátja Kodály Zoltán mondott. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. Bartók Béla született 1881. március 25-én Nagy Szent Miklóson egy zenész családban. 5 éves korában kezdett zongorázni tanulni, majd pedig Pozsonyban tanult 5 éven keresztül a gimnáziumban, ahol befejezte középiskolai tanulmányait. És bár helyet ajánlottak neki a bécsi konzervatóriumban, ő úgy döntött, hogy Budapesten a Zeneakadémián folytatja zenei tanulmányait. Bartók Béla kisgyermekként törékeny, beteges gyermek volt, és ebből betegségből sajnos visszamaradtak problémái az akadémiai évek alatt is. Strauss zenéje nagy hatással volt rá, Straussnak is évfordulóját ünnepeljük, és a mai ünnepi hangversenyen több zeneművet is fognak hallani a kedves vendégek. Tehát nagy hatással volt rá Strauss, felélesztette benne a komponálás iránti lelkesedést. Első szerzeményeit 9 évesen írta, keringőket és polkákat. Előadóként és zeneszerzőként pedig már 11 évesen debütált. 1903-ban a Zeneakadémián befejezte tanulmányait, és még ez év nyarán beutazta Európát, és elismerést aratott a Kossuth szimfóniával és a Hegedű szonátával. 1904 áprilisától húgával együtt több hónapot töltöttek Észak-Magyarországon, ahol egy székely parasztlánytól ekkor hallott véletlenül igazi magyar népzenét. Bartók eredetileg azt hitte, hogy a nóta az egyedüli magyar népdal, a lány éneke nyomán le is jegyzett néhány dalt, olyan dallamokat, amelyek teljesen elütöttek az ismert városi magyar nótatípusoktól. Ez az első kísérlet határtalan lehetőségek felé mutatott utat, ahogy ő maga megfogalmazta, elhatároztam, hogy rálépek erre az útra, és kellő előkészület után ezt fogom folytatni. Utazása előtt megismerkedett Kodály Zoltán zeneszerzővel és népdalszekértővel. Kutatási anyagot forrásnak tekintették saját szerzeményeik számára. 1906-ban közösen kiadják a 20 magyar népdalt, Bartók ebben az évben kerül először kapcsolatba Szeged városával is. 1907. januárjában Bartókot kinevezték tanárnak a Zeneakadémia haladó zongoraosztályának élére.
11-ben befejezte egyetlen operáját, az egyfelvonásos, a kékszakálló herceg várát, amely sajnos akkor nem aratott siker. 1912 végére Bartók felhagyott minden nyilvános zenei tevékenységgel, és teljes egészében a népzenekutatásnak szentelte magát. 1913 végéig beutazta Magyarországot, Erdélyt, Románia és Észak-Afrika egy részét, kutatásairól írt cikkét az egész világon publikálta. Munkája félbe szakadt, mikor Ausztria oldalán Magyarország 1914-ben belépett az első világháborúba. Katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették, így a háború alatt a Zeneakadémián maradt. Ez idő alatt a román népdalfeldolgozások mellett a következő években megírta az Opus 14 zongoraszvittet, a második vonós négyest és a Fából faragott királyfi című balettet. 1919-ben Kumbéla kommunista terrorjának legsötétebb napjaiban Bartóknak és feleségének el kellett menekülni budapesti lakásukból. Az űrzavar ellenére Bartók írt két szonátát hegedűre és zongorára, és befejezte újabb színpadi művét, a Csodálatos mandarin. 24-ben kiadott könyvét általános elismerés fogadta, ez a Magyar Népdalok című könyv volt. 1927-ben az Egyesült Államokba utazott turnézni, sajnos itthon kevésbé volt sikeres, ám külföldön nem csak előadóként és zeneszerzőként, hanem zenetudósként is hírnevet szerzett magának. 1930 a Kantáta profána születésének éve. 31-ben, az 50. születésnapján megkapta a francia becsületrendet. Ennek a kitüntetésnek az ellensúlyozására a magyar hatóságok odaítélték a Korvina Koszovót. Sorozatban írja újabb műveit és zongora versenyeit. 1934-ben új könyvet jelentett meg a magyar és a szomszéd népek zenéjéről. Még ebben az évben abbahagyta a tanítást a Zeneakadémián, és Kodállyal kutatói állást vállalt a Magyar Tudományos Akadémián, ahol egy népzenei kiadványt kellett előkészíteniük. 36-ban elkészül egyik főműve a zenehúros ütős hangszerekre és cselesztára. 1940-ben az amerikai hangverseny körútját használja fel a kivándorlásra. Amerikában a New York-i Columbia Egyetemen tanított, a Columbia Egyetem ösztöndíjával a Harvardon is dolgozott. 1940. november 25-én a Columbia díszdoktorrá avatta. 43. január 21-én megtartotta első hang, vagy utolsó hangverseny fellépését. Betegsége és fájdalmai ellenére elkészült egy vidám művel a koncerto zenekarral. Az év végén találkozott Yehudi Menuhinnal, akinek késésére elkészítette a szonátát szóló hegedűre. 1944 elején fejezte be a művet, melyet Menuhin az év végén New Yorkban mutatott be. Bartók ez idő alatt folyamatosan dolgozott zongora versenyén és brácsa versenyén, az utóbbinak már csak a vázlata készült el. 1945. szeptember 26-án hunyt el. A halálát követő néhány évben nemzetközileg elismert modern zeneszerző lett. Itthon is elismerték, hogy az európai zenetörténetnek és az egész magyar kultúra történetének egyik legkimagaslóbb egyénisége távozott el. Bartók életműve tovább él. Koreográfusokat, operarendezőket, költőket épp úgy megihletett, ahogyan meghódította a balettvilágát is. Fontos még tudni, hogy március 25-e országszerte a tehetség napja is, aminek célja a tehetség megbecsülése, fejlesztése, ahhoz, hogy ezekre a célokra minél szélesebb körben hívják fel a figyelmet, kiváló alkalom évről évre Bartók Béla születésének napja. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek nagyon kellemes estét, kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat, és látogassák meg ennek a zenehétnek a többi rendezvényét is. Nagyon szépen köszönöm!